Jó estét kívánok a kedves nézőknek! Ez a Kalendárium, a Szombathelyi Televízió helytörténeti magazinja. Sajnos egyre kevesebben vannak ma már, akik személyesen is ismerhették a Szombathelyi Egyházmegye tudós papját, Géfin Gyulát, aki éppen 125 esztendővel ezelőtt született, és most már több mint 40 éve nincsen közöttünk. Szerteágazó és sok tekintetben a mai napig egyedülálló tevékenysége miatt mindenképpen méltó az utókor tiszteletére, ezért a műsor első felében az ő tevékenységéről és az ő kutatásairól lesz majd szó. Egy hete emléktábla jelöli Szombathelyen azt a házat a Hollán Ernő utcában, ahol a világhírűvé vált műkorcsolyázó testvérpár Nagy László és Nagy Marianna nevelkedett a 20-as, 30-as, 40-es esztendőkben. A kétszeres Európa-bajnok páros sikereit a Schmidt Múzeumban most már egy időszaki kiállítás is megörökíti. A műsor második felében erről a tárlatról és erről a nagyszerű sportpályafutásról beszélgetünk majd itt a stúdióban. De mindenek előtt lapozzuk fel a januári naptárt és vegyük sorra az éppen aktuális kerekéfordulókat. ...410 éve halt meg Nádasdy Ferenc, a Fekete Bég. 50 éve rendezték meg először az Asztalos János emlékversenyt. 125 éve jelent meg a Vasvár megye című hetilap első száma. 35 éve óvodát avattak a Krúdy Gyula utcában. 60 éve anyategygyűjtő állomás kezdte meg működését az Engels Frigyes utcai egészségházban. 190 éve született Szombathelyen Hollán Ernő hadmérnök, altábornagy, államtitkár. 25 éve alakult meg a Szabaddemokraták Szövetsége. 25 éve hunyt el Budapesten Vörös Sándor, költő, műfordító, drámaíró. 125 éve született Géfin Gyula, pap, teológiai tanár, egyház és helytörténész. 30 éve hunyt el Ország László nyelvész, szótáríró, egyetemi tanár. Vas megye néhány évvel ezelőtt elhunyt főépítésze Szilágyi István egyik tanulmányában, visszaemlékezésében sokoldalú tudósnak és lelkes lokálpatriótának nevezte Géfin Gyulát, és én azt gondolom, hogy itt minden egyes szónak jelentősége van. Hogy valóban így van-e ez, és hogy mi mindent érdemes tudnunk a tudós pap tevékenységéről, arról többek között Pál Ferenccel beszélgetünk a következő percekben. Köszöntöm itt a stúdióban az Egyházmegyei Levéltár vezetőjét, és már is adódik a kérdés, hogy vajon mennyire van Géfin Gyula tevékenysége a köztudatban, mennyire ismerik az ő munkáit azok a kutatók, akik a város, illetve az Egyházmegye történetével foglalkoznak. Fordulnak-e egyáltalán az Egyházmegyei Levéltár munkatársaihoz olyan kéréssel, hogy Géfin munkáiba beletekinthessenek? Ha ilyen kéréssel közvetlenül nem is fordulnak hozzánk, hogy Géfin Gyula munkáit szeretnék megtekinteni, vagy abba szeretnék betekintést nyerni, az mindenképpen elmondható, hogy Szombathely történetének az a korszak, amelyet Géfin kutatott, mindmáig a legkutatottabb időszaka Szombathely történetének, ez az 1777 és 1825 közti időszak, amelyben főként kutatásait végezte, és ha ebben a kutató ebből az időszakból szeretne valamiféle információt nyerni, egyértelműen, hogy a Géfin hagyatékhoz irányítjuk őt. Hogy ez a hagyaték, ennek a hagyatéknak a minőségét mutassam, az ebben az időszakban keletkezett iratanyagnak semmiféle segédlete nem volt eddig. Kivételt képezett ez alól annak a kutatásnak a jegyzetanyaga, amelyet Géfin folytatott. Ezért, ha adott esetben színháztörténettel, művészettörténettel, vagy társadalomtörténeti kérdéssel fordultak hozzánk, Géfin jegyzeteit vettük elő. Ez egy nagyon érdekes dolog, ezt úgy kell elképzelni az ő jegyzetanyagát, hogy volt neki egy szekrénye. És ebbe a szekrénybe
cédulákat rakott bele, és ezekhez a cédulákhoz irgalmatlan munkával készített egy mutatót. És ha mondjuk a valamelyik személyt keressük, mondjuk Szaniszló Ferencet, ezt a mutatót föl lehet lapozni, és adott esetben, ha szerepel benne a tárgyszó, akkor nagyon könnyedén ki lehet venni ebből a szekrényből az ő céduláját, és ő mutatja, hogy a levéltárnak melyik polcára kell nyúlnunk. Géfin Gyula személye ilyetén formán megkerülhetetlen mind a mai napig, és éppen ezért hát az egyházmegyei levéltár is igyekszik az ő hagyatékát gondozni. Még egy momentum, ami nagyon-nagyon fontos, ugye 1929-ben adtak ki a Szombathelyi Egyházmegye története című munkáját. Olyan alapinformációkat és alapkutatást végzett el ennek a könyvnek a megírásához, amely talán az egyik legolvasottabb helytörténeti munkává tette ezt az opuszt. És amihez fogható azóta nem született hát még. Hát sajnos nem, igen. Jól tudom. Nagyon szerettünk volna mi ide a stúdióba olyan vendéget hívni, aki személyesen is találkozott vele, és az ő személyiségét is fel tudta volna eleveníteni a számunkra. Sajnos nem jártunk szerencsével, viszont Dobri Mária, az Egyházmegyei Könyvtár korábbi, most már nyugdíjas könyvtárosa, nagyon kedvesen fogadott bennünket az otthonában, és ő összefoglalta, hogy mi mindennel foglalkozott Géfin Gyula hosszú élet során. Mindenek előtt az ő megemlékezését Vadas Zsuzsa szavaival, aki Szombathelyről származó újságírónő, szeretném kezdeni. Ezt írja róla egy későbbi írásában. Furcsa módon egy papi ember, a megyei püspöki hivatal szerény és nagyműveltségű rektora, Géfin Gyula mesélt nekem először a pogány Róma isteneiről. Hozzájártunk történelmi különórákra, a Székesegyház melletti romkertbe, ahol az ő indítványára ásták ki az ősi kereskedelmi útvonalat, a Borostyánkő út teljesen népdarabját. Szombathely sokat köszönhet neki. Igen, én is azt mondom, hogy Szombathely nagyon sokat köszönhet neki, mert fáradhatatlanul kutatta a város múltját, tollalat megszólaltak a kövek, elfeledett, kevésbé ismert emberek, műemlékek, és nem csak az egyház történeti munkássága jelentős, hanem a régészeti, irodalomtörténeti, és nem utolsó sorban nagyon szeretett ismeretterjesztő előadásokat tartani. Ha belenézünk a bibliográfiájába, akkor a Vasvár megyébe számos cikket közöl, de szívesen ment különböző egyesületekhez előadásokat tartani. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tudományos munkássága szinte átfogott egy hatalmas területet. Nem is tudnék kiemelni egyet se, hogy melyik a leglényegesebb. Évtizedeken át jelen volt Szombathely történetében. Hol itt, hol ott bukkant fel jellegzetes alakjával. Lehet fényképeket látni róla, ahogy például a romkert ásatásain tevékenykedik. A romkert feltárása az legnagyobb részt neki köszönhető. 38-ban arról volt szó, hogy bővítik a szemináriumot, és egy ilyen talajkutatás kapcsán gyönyörű márvány torzók kerültek elő. Természetesen ugye ő rögtön a helyszínen termett, leállította a munkát, aztán bevonta a kis papokat is az ásásba, és néhány napon belül kiástak egy kutató árkot, ahol előkerült, akkor még azt hitték, hogy a Quirinus bazilikának a gyönyörű mozaik padlója. Rögtön értesítette Paulovics Istvánt, aki a Nemzeti Múzeum régészeti osztályának volt a vezetője, aki lejött Szombathelyre, nagyon örült a leletnek, de minek utána sokféle elfoglaltsága volt. Gyakorlati munkát az Géfin Gyula végezte el, és ez nagyon pontosan dokumentálta az ásatási naplóban, napról napra, óráról órára a kiadásokat, mikor mik kerültek elő, és ezt az ásatási naplót aztán a 90-es évek elején az újra megindultak a Szavárienziában megjelentették, és lehet olvasni. De nem csak az, hogy csinálta ezt az ásatási naplót, vagy vezette az ásatásokat, hanem itt is kitört belőle az ismeretterjesztő tudós, hogy
szerette megmutatni, szívesen vezette a vendégeket. Ugye ennek az ásatásnak nagy híre ment, a Nápolyi Múzeum igazgatója járt itt, Berlinből, Münchenből a régészeti szakemberek, de Magyarország híressége is előfordultak, többek között Kodály Zoltán is járt itt a feleségével, akiket amikor hazament, akkor egy nagyon szép köszönő levelet írt, hogy a mérehatóan bemutatta Géfin Gyula ezeket az ásatásokat. Tehát ő az a fajta tudós volt, aki mindig szerette az embereknek átadni azt, amit nem a szoba sarkában ülni, és ott tudóskodni, és irogatni, hanem az emberekkel kontaktust, kapcsolatot teremteni, és átadni a tudást, azt, amit ő tudott a többieknek. Aki az egyházmegyét kutatja, az biztos, hogy visszanyúl az ő munkájához, amely egy olyan széleskörű és olyan alapossággal megírt három kötetes mű, amelyhez fogható azóta sem született. Igen, ez azt mondanám talán a legfőbb műve, amelyet ma is használunk. Ugye az első két kötet az 29-ben jelent meg. Az első kötetet az teljesen ő írta, ez Szili püspök és Hercán Bíboros püspökségét tárgyalja. A második kötet, amelyiknek szerkesztője volt a reformkori püspököt egészen Mikes püspökig bezárólag. És ez a két kötet után 35-ben jött ki a harmadik kötet, előtte sikeresen kutatott a vatikáni levéltárban egy ösztöndíjjal. Ez a harmadik kötet, ez egy történelmi névtár, az egyházmegyének 1500 papját, tehát a kezdetektől a megjelenés ideig mutatja be életrajzzal, irodalmi munkásságukkal, akinek volt, tehát egy alaposan dokumentált könyv. Hát jó lenne ezt folytatni. Ugye azóta is tulajdonképpen hiányzik ennek a folytatása. Lehet azt tudni, hogy milyen módszerrel kutatott, hogyan dolgozott? Igen. Ő egy cédulázó tudós volt, ugye akkor még nem volt internet, és hát én nekem, mint az egyházmegye könyvtárosának, szerencsém volt, hogy betekinthettem az ő dobozaiba, az ő kézirataiba, mert külön volt a könyvtárban egy Géfin gyűjtemény, ahol az ő összegyűjtött adatai, vagy a könyvtárának a maradéka megtalálható volt. Volt 4 hatalmas, ilyen hosszúkás, gyönyörűséges fadoboz, és abba borítékok szépen ABC rendbe rakva, betűrendbe rakva, a borítékok fel volt címkézve, és akkor a megfelelő, ha új adat került elő, akkor az belekerült abba a megfelelő címkéjű borítékba, és bárki, aki ment hozzá, hogy kérdezzen valamit, vagy segítséget, akkor egy pillanat alatt ő előkapta a megfelelő borítékot, és már is mondta, hogy erre kell indulni, vagy ezt kell megnézni. A másik érdekesség még az, hogy ő pontosan tudta, hogy egy kutatást, azt abba lehet hagyni, de nem lehet befejezni, azt nem lehet lezárni, és a saját részére mindig úgy köttetett be egy könyvet, hogy egy nyomtatott oldal, egy üres oldal, egy nyomtatott, egy üres oldal, és akkor, amikor jöttek a kiegészítő adatok, akkor ezekre az üres oldalakra szépen jegyzetelt. Ez is a kezemben volt, az egyházmegye történetének az egyik kötete, amit ő így köttetett be magának. Az életének az utolsó időszakában Szombathely város történetével is foglalkozott, és pont emiatt érte aztán méltatlan támadás. Igen, ugye a 60-as években elkezdték ilyen várostörténeti monográfiákat a Képzőművészeti Kiadó Vállalat kiadni, és amikor Szombathelyre került a sor, hát egyszerűen nem lehetett megkerülni az ő tudását, és őt kérték fel a barokk Szombathely megírására. Hát természetesen, hogy én úgy gondolom, hogy méltán és jogosan kiemelte Szilinek a tevékenységét, és ez valami szörnyű felháborodást okozott a idézőjelbe szocialista kritikusok körében. Aradi Nóra, vagy Gosztonyi János ilyen címen, hogy történelemhamisítás állami pénzen dorongolták le a könyvet. Egyedül Dercsényi Dezső, a művészettörténész jó szándékúan mondta, hogy hát egy paptól nem lehet mást elvárni, mint hogy dicsérje Szilinek a tevékenységét, viszont
olyan adatolt a könyv, és annyira bőséges, hogy ezt meg nem lehet nem figyelembe venni, de ez az egyszem jó szándékú és hal kritika ugye a cenzoroknak a fülébe nem jutott el, úgyhogy betiltották a könyvet, szerencsére nem zúzták be, és akkor körülbelül olyan 20 év múlva, tehát a 80-as évek vége felé a képzőművészeti, a kiadó vállalatnak a raktárából lehetett egy párat megszerezni. Úgyhogy azért könyvtári forgalomban előfordul. Géfin Gyula, páratlanul sokoldalú tevékenységének csak egy részét sikerült felvillantanunk ezzel a beszélgetéssel, mert amellett, hogy foglalkozott többek között egyháztörténettel, régészettel, az irodalom is vonzotta, az is érdekelte, irodalomtörténeti kutatásokat is végzett. És itt fontos megemlítenünk talán Pável Ágoston nevét, akivel együtt indították el a Vasi Szemle című folyóiratot. És Pável Ágoston egyúttal iskolatársa is volt, tehát amúgy is jól ismerték egymást, mint ahogy iskolatársa volt például Mindszenty József is. Mindszenty a középiskolában volt Géfin Gyulának iskolatársa, és az a különös helyzet fordult elő, hogy a szemináriumban viszont már oktatta Géfin Gyula Mindszentyt, és amikor pedig Mindszentyt felszentelték, részben Géfin Gyula közbenjárására került le Zalaegerszegre. Igen, azt azért fontos szerintem megjegyezni, hogy nagyon szép Géfin Gyulának a régészeti munkája, óriásia és minden tisztelet illeti a történeti kutatásait, de szerintem, ha most megkérdeznénk Géfin Gyulát, hogy ő maga minek tartotta saját magát, ő azt mondaná, hogy ő teológus, ő dogmatika tanár. Tehát, hogy ő egy felszentelt pap volt, aki a szemináriumban volt tanár. Igen, igen, és ott is futott be szép karriert, vicerektor, majd pedig rektor lett. Az ő ideje alatt zárták be sajnos a szemináriumot. De ez az ő életének szerintem ez az origója, hogy ő pap. És hát még itt Dobri Máriához csatlakozott, élete utolsó időszakához kapcsolódik. Egész életében kutatta, de talán az egyik utolsó tanulmánya volt a Faludi Ferencről írt opusz, ugye ő a jezsuita költő, aki itt Rohoncon hunyt el, azt hiszem az irodalomtörténeti közleményekben jelent meg. És még egy, itt Pável Ágostonhoz kapcsolódva, nem szabad elfelejteni még azt a milliót, tehát a 20-as, 30-as éveknek a Szombathelyének a milliójét. Van egy olyan püspök, aki támogatja az ilyen jellegű történeti kutatásokat, ez a 32-es ösztöndíj, amiről Dobri Mária beszélt, ez voltak éppen Mikes püspöknek a támogatása volt. Nem szabad elfelejteni azt a pezsgő szellemi életet, ami itt Szombathelyen volt ebben az időszakban, ugye itt Pável Ágostont említette ön, de hozzá kell tenni Székely Lászlót és Szendi Lászlót is, és hát még számos szombathelyi írót, de ők voltak a paptársai. Három pap, Géfin, Szendi, Székely, hihetetlen nagy elmék voltak, és minden bizonnyal nagy barátságban is voltak egymással. És még a mondandóm elejéhez kapcsolódva, hogy Géfin minek tekinthette magát, ugye ő nagy tisztelete volt Mikes iránt, Mikes püspök iránt. És a hagyatékának egy jelentős részét teszik ki a Mikes kutatás. De a nagy opusz, ami megszületett Mikesről, az nem az ő tollából való, hanem Székely Lászlóéban. Ebben a hatalmas történészben volt akkora alázat, akkora szeretet, hogy azt mondta, hogy az én tollam nem elég jó ahhoz, hogy megírjam az általam nagyon tisztelt, szeretett Mikes püspöknek az életrajzát, és ezt elküldte le Győrvárra már akkor Székely Lászlónak ezt a gyűjtését. És Székely László egy gyűjtés nyomán írta meg, tényleg nagyon jó stílusban, Mikes püspök életrajzát. Ugye abból indultunk ki, hogy egyre kevesebben vannak sajnos ma már, akik személyesen is ismerhették őt, de ha mégis a személyiségét szeretnénk megragadni, akkor nekem különösen emlékezetes az a jó néhány visszaemlékezés, amelyik mindegyik azt emeli ki, hogy életének utolsó időszakában, amikor már egy kicsit visszavonultan élt, a nemtelen támadások következtében is talán, mindig nagy-nagy szeretettel és szívesen fogadta azokat, akik valamilyen
segítségért folyamodtak hozzá, és azt a tudást, amit ő birtokolt, igyekezett megosztani másokkal. Ugye 85 esztendős volt egyébként, amikor meghalt, és egy borzasztó gazdag hagyaték maradt utána, ahogy erre ön is utalt. Mi az, ami most a levéltárban, illetve az egyházmegyei könyvtárban kutatható? Egyáltalán kutatható az ő hagyatéka? Igen, és én is forszírozom az érdeklődőket, hogy ezt kutassák is. Igen, a hagyatéka az két részre szakadt. A végrendeletében belefoglalta, hogy ezt a bizonyos szekrényt, ezt a cédula anyagot, ezt a káptalani levéltárra hagyta. Ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy ő volt a káptalannak az egyik, tehát ő volt a nagy vagy a prépostja a káptalannak, és mint ilyen a káptalani levéltárba került az ő hagyatéka. És azzal a célval adta át ezt a hagyatékot a káptalani levéltárnak, hogy majd az elkövetkezendő időkben lesz majd egy fiatal kutató, vagy több fiatal kutató, akik ezt a hagyatékra építve megírhatják az új Szombathelyi Egyházmegye történetet. Tehát a hagyatékának ez az egyik része, a másik része pedig az óriási könyvanyag, ez a szemináriumi könyvtárban található és kutatható. Úgyhogy mi is nagy szeretettel várjuk a kutatókat. Még egy momentum, amit szeretnék megemlíteni, mi is tisztában voltunk ezzel az évfordulóval. Ugye tavaly ünnepeltük, vagy ültük meg Géfin Gyula halálának a 40. évfordulóját, idén pedig ugye a születésének ezt az évfordulóját, és erre a két évfordulóra építve a középiskolások számára az egyházmegyei levéltár egy vetélkedőt hirdetett meg, amelynek majd áprilisban lesz a szóbeli döntője, most a levelező fordulók zajlanak jelen pillanatban. Ezek szerint az ifjabb nemzedékek is figyelemmel kísérhetik azt a munkát, így utólag, amelyet ő elvégzett annak idején. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, most egy egészen más témával folytatjuk. Nézzenek meg egy rövid filmrészletet Boros Ferenc és Horváth Zoltán nemrégiben készült filmjéből, a Jég királynő című alkotásból, amely Nagy Marianna portréját rajzolta meg. Balettra jártunk rendszeresen a Jeszenszky Endréhez, és utána pedig hát gimnasztikáztunk, és emeléseket gyakoroltunk, és a Laci ilyenkor találta ki az új emeléseket, egész más stílusúakat, mint amit a átlagban a többiek ugye csináltak. Hát nagyon jó képzelő ereje volt, megálmodta, meg mit tudom én ugyan, de egész fantasztikus, például a csóva, amit mai napig is látni lehet az összes párosoknál, ami ugye a fej fölött ugye átfordítja. Ez pedig úgy született, hogy a Laci sietett be az egyetemre, és a kabátja föl volt téve a szék támlájára, és ahogy ő fölvette a támláról, a székről, úgy valahogy így csinált valahogy, és akkor így bújt bele. Akkor visszarakta, és kiabált nekem, Marian, gyere! Nem tudtam, mi történt. Megyek oda, hát ugyanúgy megfog engem is, és így csavar valahogy, nem? Akkor így fogott meg, akkor és meg volt a csóba. Úgyhogy akkor ezt házok, gyakoroltuk, és átvittük Jégre. 55-nek kellett eljönni, hogy visszaszerezzük az Európa bajnoki címet. És akkor így jött 55, amit Budapesten rendeztek, hazai környezetben, a Városligeti műjégpályán,
és hát természetes nagyon jó közönséggel, filmesek is ott kivonultak, hibátlan kürt sikerült futnunk, és így megnyertük a második Európa-bajnokságot itt Budapesten. A következő percekben Nagy Mariannára emlékezünk, akinek emlékét most már, ahogy említettem, a Schmidt Múzeumban egy kicsi ugyan, de egy nagyon-nagyon kedves kiállítás örökíti meg, és azt javaslom a kedves nézőknek is, ha idejük engedi, mielőbb tekintsék meg ezt a kis tárlatot. És Nagy Mariannával kapcsolatban ki mást hívhattam volna vendégül a stúdióba, mint Keppel Csillát, aki a Schmidt Múzeum vezetője, de ebben az esetben nem csak ebben a minőségében van jelen, hanem mint Nagy Mariannának egykori tanítványa is, hiszen Csilla nála is tanult korcsolyázni, sőt, mint megtudtam, nemrégiben edző is már. És itt van az édesanyja, Schmidt Erzsébet, aki pedig szintén személyes jó ismerője volt Nagy Mariannak. Talán azt is mondhatjuk, hogy barátnők voltak? Igen. Barátnők volt. Ugye Nagy Marianna és a testvére is Szombathelyen született a Holán Ernő utcában, itt nevelkedtek, és nyilván itt is tanultak meg korcsolyázni. De vajon akkor, amikor ők gyerekek voltak, a 30-as években, vagy a 40-es esztendőkben, milyen volt a korcsolya élet Szombathelyen? Az 1930-as, 40-es években a korcsolya élet Szombathelyen nagyon élénk volt. Szombathelynek két jégpályája volt, az egyik az SS-e pályán, a másik pedig a Haladás Rohonci úti sporttelepén. És ez a két jégpálya bizony nagy forgalmat bonyolított le. Van olyan újságcikk, ami arról számol be, hogy egy nap alatt 2000-en fordultak meg egy-egy helyszínen. Az azt jelenti, hogy akkor valószínűleg a városban 4000-en korcsolyáztak egy vasárnap alkalmával például, ami nagy hát népszerűségnek lehet, nagy népszerűségként lehet elkönyvelni. Akkoriban a korcsolyázók képzettek voltak, tehát ez egy társasági életnek egy színhelye volt a jég, és sokkal muzikálisabban, a zenére mozogva, alapvető tánclépések ismeretével rendelkeztek, amit egymás között át is adtak. Attól függetlenül, hogy akkoriban nem volt edző Szombathelyen, tehát csak így műkorcsolyás edző nem volt, azt lehet tudni erről a korról, hogy foci edzők, illetve rátermett, őstehetségnek mondható testnevelés tanárok adták át a fiataloknak a tudásukat, de a felnőtt és a középiskolás közönség az rendelkezett egy olyan mozgáskultúrával, amivel ők az alapvető tánclépésekkel jól érezték magukat a jégen. De például az ő tehetségüket kifedezte fel? Hogy derült ki, hogy ők erre a sportágra kimondottan alkalmasak és ebben sikeresek lehetnek? A kezdetekben ugye az édesanyjuk vitte ki 3-4-5 éves korukba a jégre, hogy egészségesek legyenek, mert nagyon kis vékony dongájú gyerekek voltak, és a szüleik szerették volna őket vasgyúrónak látni. Attól függetlenül a László, a Nagy László egy nagyon nagy sporttehetség volt, több megyebajnokságot is nyert különböző sportágakban. Csató Béla volt a Faludi Gimnáziumnak a testnevelő tanárja, aki felfigyelt arra, hogy ő milyen tehetséges több sportágban párhuzamosan, és ennek hatására a húga mindenben utánozta ugye a bátyját, elkísérte különféle sportversenyekre az édesanyja, és a húga is ugye a nagyon sportosnak tekinthető Nagy Lászlót, és mivel mindenben utánozta, ő is tornász alapot kapott, tehát Nagy Mariannak is egy olyan koordinált izomzata volt,
amire lehetett építeni, amikor ők Pestre kerültek. Tehát neki nem volt probléma az, hogy fönn a levegőbe, ha körbe csavarja László őt a feje fölött, akkor ő tartsa magát, kitolja, tehát ki megtartsa a saját súlyát. Nem volt probléma neki, hogy talajt fogjon utána belőle. Tehát egy olyan alapos tornász izomzatuk volt, amire lehetett építeni. És akkor ennek valószínűleg később az előnyeit igyekeztek is kihasználni. Most ugye ők elég hamar elkerültek Szombathelyről, ugye a háború környékén talán? Igen. És nagyon hamar a világ élvonalába kerültek, miután Budapesten edző foglalkozott velük. És nem tudom, hogy ott milyen körülmények között korcsolyázhattak, hogy vajon összemérhetőek voltak-e azok a körülmények, amelyek az ottani korcsolyázási lehetőségeket jelentették azokéval, akikkel ők a világversenyeken, tehát egy Európa-bajnokságon, vagy egy világbajnokságon találkoztak. Igen, tehát azért ez megfigyelhető az életük során végig, hogy egy rendkívül hátrányos helyzetből kellett nekik a toppon megállni a helyüket. Hátrányos volt eleve az a helyzet, hogy Szombathelynek nem volt műjégpályája, tehát itt december közepén felöntötték ugye a jeget, és amíg februárig el nem olvadt, gyakorlatilag 2 hónapot korcsolyázhattak. Az is hátrányos helyzet volt, bár ugye ez ehhez képest előrelépést jelentett, hogy az 1926-tól jégpályát üzemeltető Budapesten tudtak ők edzeni, és az már ugye 3 hónapos jégidényt jelentett, de a maga a műjégpálya is bombatalálatos volt, tehát amikor 1945-ben ők fölkerültek Budapestre, akkor például még ugye arra kellett várni, hogy megépítsék újból a károkat, kijavítsák a sport létesítmények esetében, és hát az is jellemző a korszakra, hogy nem is tudtak megrendezni abban az időben még országos versenyt sem. Tehát úgy tudom, hogy 45-46-ban nem rendeztek műkorcsolyázó országos versenyt sem Budapesten, valamint ők kaptak ingyen belépőt, mert nem tudták volna a szüleik előteremteni a jégpályára a hivatalos belépési díjat, úgyhogy ők, mint ott bontakozó tehetség, ott kaptak ingyenes jégpálya használati lehetőséget, valamint a Budapesti Korcsolyázó Egyesületnél figyelt fel rájuk Dillinger Rudolf, másnéppen Dillinger Rezső, aki megtanította nekik aztán a szabályos műkorcsolyás fogásokat, ugyanis az első vidékbajnokságukon a bírók, úgy mesélte el Maria néni, hogy hát nagyot nevettek az ő produkciójukon és az ő kivitelezési formáikon, mert nem jegyezték meg, hogy hogyan kell. Ugye lejöttek a történet szerint lejöttek a budapesti műkorcsolyázók Szombathelyre bemutatózni, az 1938-as évben volt, és árgus szemekkel figyelték, és rögzítették az elemeket, hogy kell mit kivitelezni, és ugye mivel rosszul jegyezték meg, a László nagyon kreatív volt a későbbiekben, teljesen más helyeken fogta meg aztán végül a Mariant, de az a lényeg, hogy a versenyzéseik alkalmával ezeket a rossz reflexeket úgy mutatták be, hogy tulajdonképpen az a bírókra újdonságként hatott. És bár nevettek rajta, örültek a kreatív kivitelezésnek, és így fedezték föl, hogy ők tényleg mekkora tehetség. Tehát ezt minden kortársuk és minden versenytársuk és edzőtársuk elmondja róluk, hogy kirobbanóan, észrevehetetlenül, tehát nem lehetett nem észrevenni az ő kiváló, kiemelkedő tehetségüket. Hát lélegzetelállító néhol, ha az ember figyeli, hogy mi mindenre voltak képesek, és megkérem a kollégáimat, készítettünk elő egy fotót kifejezetten abból a célból, hogy Csilla esetleg elmondja, vagy elmagyarázza, hogy mi a különlegessége annak a tartásnak, amit például ezen a fotón látunk. Igen, ez Nagy Lászlónak volt a találmánya gyakorlatilag ebben a korban, hogy addig a férfiak a hölgyeket csípőfogásban vagy hónai alatti fogásban ragadták meg és emelték a magasba. A férfiaknak a könyöke soha nem volt nyújtva, tehát egészen odáig, amíg ők elkezdtek versenyezni, az 50-es évek elejéig jellemző volt, hogy a férfiak ugye olyan magasságba emelték a hölgyeket, hogy
a saját könyökük be volt hajlítva, ez egy jó alátámasztási pontnak számított, de így, hogy Nagy László kinyújtotta a könyökeit, így sokkal látványosabb, magasba emelte a hölgyet, ez gyakorlatilag egy olyan mozdulatnak felel meg, mint hogyha a felemás korláton nyomná ki ugye a hölgy magát a levegőbe, ez egy sokkal labilisabb és egy sokkal nehezebb figura volt. Ráadásul egy lábon áll? És ráadásul egy lábon áll. Mostanában sem szoktam látni, hogy a világversenyzők egy lábon forgatnák ugye körbe ilyen magasságban a hölgyeket. Ilyenkor általában ma is két lábon szoktak állni, amikor ilyen magasba lendített figurákat adnak elő. Most ugye ők, hogyha az érmeket tekintjük, akkor elmondhatjuk róluk, hogy kétszeres Európa-bajnokok, kétszeres olimpiai bronzérmesek többek között, és hát világbajnokságokon is egészen szépen szerepeltek, de ők talán az a műkorcsolya páros, akiknek a sikereit nem csak érmekkel, meg az érmek színével lehet jellemezni, hanem éppen ezzel a kreativitással, amit említettél. És ott a kiállítás megnyitón is szóbeszéd tárgya volt, hogy például a halálforgás, amit a mai napig így ismerünk, vagy emlegetünk, mi laikusok is, vajon valóban az ő találmányuk-e? Nem, a halálforgás már korábban szerepelt a bemutatandó elemek között, de a halálforgásnak volt egy variánsa, amit ő hozzájuk lehet kötni. Természetesen ez a korcsolyázásnak a sporttörténeti szempontból is egy nagyon aktív szakasza, tehát itt nagyon sok találmány volt ebben a korszakban. A Nagy Lászlónak az volt az érdeme, hogy ezeket az eddig ismert elemeket úgy variálva és olyan prezentációval mutatta be a testvérével együtt, amit addig senki nem láthatott. Ilyen volt a csóva, amit a bejátszásban láthattunk, hogy így körbe lendítette Mariant a feje fölött, ilyen volt a fúró, a piramis, ezek mind az ő találmányaik voltak, és ezeknek az elemeknek az egymás utániságában, ezeknek a variálásában ők erősségük volt, ez volt az ő erősségük igazából. Nyáron tudtak felkészülni a versenyzői időszakra, méghozzá úgy, hogy kimentek a vízpartra, vagy bárhol ugye fürdőruhába, kigondolták ezeket az emeléseiket, és a téli időszakban már volt, hogy egy-egy versenyre megérkezve a konkurensük, például az egyik alkalommal a Fox házas pár nem is engedte őket a szállodába levetkőzni, hanem rögtön azt mondták, hogy na milyen elem, milyen új elemmel jöttetek, mutasd meg, és akkor ilyenkor ugye rögtön abban a pillanatban emelni kellett, és ugye ennek a forgatási módját a levegőbe a konkurensek is csak ámulva-bámulva figyelték, mert hát ez volt az, ami az ő erősségük volt. A többieknek természetesen sokkal több lehetőségük volt az edzésre, a világversenyek élvonalába, különösen az amerikaiaknak, akiknek nem bombázták ugye le Amerikába a stadionjaikat és a fedett jégpályáikat, ők évente 11-12 hónapot tudtak edzeni, tehát nem lehet összehasonlítani egy olyan jégbiztonságot, egy olyan siklási rutint azzal a versenyzővel, akinek 12 hónapos edzési lehetősége van, meg azzal, akinek mondjuk 3 plusz még ugye egy-egy hónap edzőtáborozási lehetőség ugye Kelet-Berlinben, mert ugye a baráti országok a szocializmusban csak egymáshoz utazhattak, tehát többnyire ugye őket ott edzették, ott hozták formába, de így is maximum mondjuk egy évben fél évet korcsolyázhattak. És ilyenek viszonyok között kellett nekik megállni a helyüket az amerikaiakkal és az angolokkal, akik hát az év minden hónapjában edzhettek. Tehát őnekik mindenképpen az emelések figuráival kellett kitűnniük, valamint nagyon jellemző volt rájuk, hogy teljesen egyformán mozogtak, mint hogyha ikrek lettek volna egymás árnyékába, és ebben a korban azt díjazták a műkorcsolya bírók, vagy hát a műkorcsolya trend az volt, hogy aki minél harmonikusabban tud együtt dolgozni, mint hogyha egy test, egy lélek lenne egy pár, azokat
azokat emelték ki a jó helyezésekkel, és ez jellemző volt. Ráadásul ugye ez egy szubjektív pontozáson eldőlő verseny a műkorcsolya, úgyhogy itt egyéb szempontok is nyilván szerepet játszanak. Hogy viselték például a kudarcot? Mert azért nem volt mindig szerencséjük. Nem tudom, hogy beszámolt-e egy-egy verseny élményéről. Igen, igen, Marian nagyon kedves és közvetlen egyéniség volt, és a sok évi barátságunk alatt sokszor beszélgettünk arról, hogy mi történt akkor, amikor hát méltatlanul egy picivel hátrébb kerültek. Hát az a pici az annyit jelent, hogy aranyérem helyett mondjuk csak ezüstöt kaptak, vagy esetleg a bronzéremre lettek, hát a dobogón, álltak a dobogón, és azt mondta, hogy hát fájni fájt, az biztos, de így időskorban olyan megbocsátó bölcsességet tudott visszanézni erre az egész dologra, hogy hát ez így történt, akkor így történt. Valójában is azért mi megmutattuk, hogy kik vagyunk, mondta, hogy tulajdonképpen a nagy testvérpárnak rengetegen hát tapsoltak, meg rukkoltak, és nagyon sok olyan eset előfordult, amikor mit tudom, egy Európa bajnokságot nekik kellett volna megnyerniük, aranyéremre voltak, hát látta mindenki, hogy hibátlan kürt futottak, gyönyörűen teljesítettek, és tombolt a tömeg minden, és a bírók hát egy tized ponttól lecsúsztak, és azt mondta, hogy hát ha ez történt, akkor ez történt, most is fáj még, de a sors azért szolgáltatott időnként igazságot nekik, mert például amikor a Cortina d'Ampezzói olimpián nem volt se szállásuk, se magyar bíró, senki, tényleg olyan kis elhagyatottan voltak ketten. Ugye akkor ez volt az az olimpia, ahol ketten képviselték összesen Magyarországot, igen, és a többieket igen, hazarendelték. Igen, ezen nagyon sokat nevettünk, már este későn az ágyban mindig a mesék jöttek, mikor ott voltunk náluk vendégségben rengeteget, és akkor elmesélte, hogy hát ketten voltak, nem volt, aki a zászlójukat vigye a magyaroknak, azt hát hogy néz ki, hogy egyikünk viszi a zászlót, másik mellette. Hát aztán végül az olaszok megoldották, hoztak egy cserkészt, aki vitte elől a magyar zászlót, ők meg ketten kis szerényen aranyosok mentek utána, és ordítottatnak, hogy vivat Ungarese, vivat Ungarese. Hát ugye nem volt több tömeg, ugye az összes fölött mögött tömeg volt, ők meg ketten, és azt mondja, hogy ott aztán hibátlan gyönyörű kürjükkel mégiscsak hátrébb kerültek. Jó, dobogon voltak, de hát nem az aranyérmet. És nyáron kaptak egy amerikai milliomostól egy kis csomagot, és abban benne volt, aki arany kis korcsolya kitűzöket készített a legsikeresebb, tehát az aranyérmesek, meg az ezüst, meg a, hát a bronznak. És az aranyérmeseknek gyémántkő volt benne, az ezüstérmeseknek brilliánskő, és a harmadik ugye annak semmilyen. És ők egy gyémántköves kis korcsolyát kaptak. Tehát ez is egy elismerés volt, hogy igenis ők érdemelték volna az aranyérmet, csak hát a sportdiplomácia, ugye? Nem állt olyan nem állt jól. Mellettük. Már csak egyetlen gondolatra van időnk. Említettem, hogy a Schmidt Múzeumban van egy nagyon kedves kis kiállítás az ő pályafutásukkal kapcsolatosan, ahol több személyes emlék és relikvia is van. Hogy jutott a múzeum ezekhez? Ez a személyes kapcsolatnak igen, köszönhető? Igen, igen. Hát Mariannal több mint 15 éve barátságban voltunk, és azt mondta, hogy ő a szülőhazáját, szülőföldjét és Szombathelyt, a szülővárosát rettentően szereti. Ő mindig vidékinek vallotta magát, és ezt mindig meg is mondta, hogy ő vidéki, és ő nem akar Budapestet, mert hát a történelmi körülmények vitték őt oda el. És azt mondta, hogy mindent a szülővárosára, legnagyobb szeretettel szülővárosára gondol, és 1995 óta rendszeresen hazajárt, hiszen akkor a sajtóban is mindenhol megjelent, és hát ugye a barátságra való kapcsolat tekintettel mondta, hogy hát te figyelj, mindent nektek adok, minden a te múzeumodnak, meg te neked, amit csak gondolsz, pedig nagyon sok budapesti hát múzeum is kérte tőle az anyagát, és mondta, hogy nem, hát az a Szombathely, és mit múzeumnak el van már ígérve. Úgyhogy a barátságunk alapján hát így mi kaptuk meg. És hát különösen az utolsó időkben nagyon sokat tett a vidék sportjáért, mert hogy igyekezett a vidéki tehetségeket is segíteni, és talán Csilla is sokat köszönhet neki. Így van. Nagy Marian 1976-ban hagyta ott Budapestet, először Jászberénybe, Szegedre és Szombathelyre járt, hogy edzőket képezzen. Ezt elévülhetetlen és elfelejthetetlen az a lendülete, az a tevékenysége, amivel tényleg ő a szívét, lelkét kitette, hogy megadja azt az esélyt a vidéki tehetséges következő sportolóknak, hogy közülük is kerülhessen ki egy akkora jelentőségű műkorcsolyázó, mint amik ők voltak. Én is őneki köszönhetem a műkorcsolyázói diplomámat, én ezt még 1998-ban szereztem a TFM,
De mivel ugye én 17 éves voltam, amikor ő vele edzőkézbe kerültem, vagy hát ugye ilyen edzői tanítványi kapcsolatba kerültem, 17 évesen már nem lehet műkorcsolyázni, megtanulni. Tehát a pörgetéseket, a légpörgéseket 10 éves kor alatt, ha nem teszik le, ezek nem idegződnek be, viszont a módszereit, amivel ő is tanított, azt átadta, és hát ez a jövő kérdése, hogy aztán kerülnek-e ki vajon szombathelyi tehetségek újra világversenyekre. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök neki, hogy felidézhettük az ő alakját. Bő két évvel ezelőtt ment el közülünk. Köszönöm még egyszer. A kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Kalendáriumot legközelebb majd februárban láthatnak. Addig is nézzék vissza műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen. Viszontlátásra! A műsorvezetőket a Jeans Store öltözteti.